mi leszünk az egyetlenek az Európai Unióban, akinek nincs adóegyezménye az Egyesült Államokkal. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy concordos nem hagyhat szó nélkül. Összgazdasági szinten ennek nincs jelentős hatása, nem mutat jól. Tartson velünk! Az Egyesült Államok kormánya a 2022. július 8-án küldött értesítésével egyoldalúan felmondta a Magyarországgal 1979-ben kötött a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződést. A felmondás következtében az adóegyezmény rendelkezései 2024. január 1-től nem lesznek alkalmazandóak, ami kihatással lehet a magyar és amerikai cégek, valamint magánszemélyek a két ország határain átnyúló tevékenységeire és befektetéseire. Ettől az időponttól az Egyesült Államokból származó kamatot, jogdíjat és osztalékot 30%-os amerikai forrásadó terhelheti. Juhász Gergellyel, a PwC partnerével arról beszélgetünk, hogy hogy jutottunk el az egyezmény felmondásáig, történtek-e lépések bármelyik fél részéről az elmúlt 9 hónapban egy új egyezménytető aláhozására, és ha ez nem jön össze, akkor mik lehetnek ennek a következményei a két ország gazdasága kapcsolataira. Én Vidovszky Áron vagyok, a Concord Privát Banki vezetője. Szevasz, Gergő! Szervusz, Áron! Köszönöm a meghívást! Tavaly február 25-én beszéltünk veled és Moró Tomival a globális minimadó bevezetéséről, ugyanitt a Concord Podcastban. Akkor ennek buktatóit, az egyes országokra, köztük hazánkra gyakorolt hatásait vettük végig, és ehhez képest bő egy év alatt elérkeztünk oda, hogy az Egyesült Államok felmondta a 79 óta érvényben lévő kettős adóztatás elkerülésről egyezményt. Hát több kérdésem van, amit gyorsan fölteszek, de igazából egy irányba mutat ez a dolog. Egyrészt mi történt itt az elmúlt 14 hónapban, mi a jelentősége, illetve hát az jutott eszembe, hogy ezt az egyezményt 1979-ben írt alá két ország, akkor még Magyarországon bőven-bőven szocializmus volt. Hazánk akkor a szocialista országokat tömörítő KGST-nek a tagállama volt. A jelenlegi üzleti kapcsolatoknak töredéke volt az Amerika Egyesült Államok és Magyarország közti gazdasági kapcsolatrendszer. Vasfüggöny volt Európa közepén, tehát ismerjük a történelmi adottságot, és akkor mégis sikerült összehozni egy ilyen adóegyezményt a két ország között, amit most 43 év után az Amerikai Egyesült Államok felmondott. Gondolom azért mondta föl, mert számára volt ez kedvezőtlenebb. Na, szóval, hogy jutottunk ideig, és mi volt ennek az oka? Hát ez egy komplex kérdés. Valószínűleg erre pontos választ csak az amerikai fél tudna adni, hogy miért mondta fel az egyezmény, de az biztos, hogy egy elég elit klubba, vagy lehet, hogy a jobb szó, a szűkkörű klubba kerültünk be ezzel. Hát az én tudomásom szerint az Amerikai Egyesült Államok eddig 3 egyezményt mondott föl, adóegyezményt egy oldalon a történelem során. Ez a harmadik, a magyar egyezmény. Ezt megelőzően 1987-ben a Holland Antillákkal kötött adóegyezményt mondták föl, leginkább azért, mert az adóegyezményt adóelkerülésre használták. Akkor az egyezmény felmondás, ez bedöntötte a nemzetközi kötvénypiacokat. Majd később 97-ben Máltával mondtak föl egy egyezményt, amelyet aztán utána 2008-ban kötöttek újra, tehát ő 10 évet kellett arra várni, hogy újra egyezmény legyen. Úgyhogy mindenki eldöntheti, hogy jó-e ebbe a klubba tartozni. Valószínűleg azért ennek az üzenete nem jó. De az biztos, hogy itt nem csak és elsősorban nem adótechnikai okok álltak az egyezmény felmondásának a hátterében. Itt sokkal inkább én azt gondolom, hogy geopolitikai kérdések állhattak a háttérben. Amellett persze, hogy azt tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok régóta nem szerette ezt az adóegyezményt, mert olyan rendelkezések vannak benne. Egyébként a régi mi voltából fakadóan vannak benne ezek a rendelkezések, amelyek eléggé kedvezőek és könnyen kihasználhatók adótervezésre. Ugyanakkor azért gondolom azt, hogy nem ez volt az elsődleges szempont, mert bármilyen adótervezés, ami ezen az egyezményen keresztül egyáltalán megvalósul, az amerikai gazdaság egészét nézve nem jelentős, erre vannak egyébként statisztikák. Másrésztről meg hát évekkel ezelőtt már fölmondhatták volna ezt az egyezményt, ugye 2010-ben egyszer már újra tárgyalták ezt az egyezményt pontosan ebből az okból kifolyólag, akkor a két ország alá is írt egy új adóegyezményt, amelyet Magyarország ratifikált, és mai napig nem lépett hatályba az a modernebb és szigorúbb egyezmény, azért, mert az amerikai fél nem ratifikálta a belső politikai gondok okán. Tehát, hogyha igazán fontos lett volna nekik ez adószakmai okból, akkor én azt gondolom, hogy ezt már hamarabb meglépték volna. Itt sokkal inkább
ahogy említettem, itt geopolitikai okok állhatnak a háttérben, és valamennyire azért valószínűleg szerintem kötődik a múltkori beszélgetésünk témájához is, a globális minimumadóhoz is, mert széles körű vélekedés szerint hozzájárult Magyarország vétója az, hogy az Európai Unión belül vétóztuk a globális minimumadó bevezetését hosszú időn keresztül, egyébként a lengyelekkel együtt. Ez sokak szerint hozzájárult ahhoz, hogy végül az amerikai fél meglépte ezt a lépést, de természetesen a hivatalosan nem ezt kommunikálják, tehát folyamatosan azt mondják, hogy ez nem egy politikai, hanem egy adószakmai döntés volt. Na most, anélkül, hogy részletesen megismételnénk azt, amit a tavaly februári adásban ezt nagyon-nagyon alaposan körüljártunk, tehát a globális minimumadó kérdését, inkább minden hallgatónak azt javasolnám, akit érdekel a téma, hogy ezt keresse meg és hallgassa meg, de röviden ebből az ide vonatkozó aspektusait azt el tudnád mondani, Gergő, hogy miről szól a globális minimumadó tervezete, legalábbis abban az aspektusban, hogy érthető legyen, hogy jutottunk el onnan ide, hogy most ezt felmondták, ezt az egyezményt. Hát igen, ez ugye maga a globális minimumadó, meg annak a kialakulásának a folyamat azért elég sok varga betűt járt meg, és egy elég érdekes folyamat. Eredetileg az egész onnan indult, hogy azt mondták nemzetközi szinten, hogy a digitális gazdaságok adóztatása az nem megoldott, ami érthető, mert a modern nemzetközi adórendszernek az alapjait az 1920-as évek elején fektették le, és akkor nyilván nem voltak még digitális megoldások, tehát nyilván olyan típusú tevékenységek, amik manapság elég elterjedtek, hogy egy Amazon, vagy egy Google, vagy egy Netflix jelentős jövedelemekre tud szert tenni, akár Magyarországról, anélkül, hogy itt bármilyen fizikai jelenléttel bírna. Ilyenek nem voltak akkoriban, és ezért a szabályok nem hivatottak ezeket kezelni. És akkor innen ebből a problémából indultunk el, hogy ezt meg kéne oldani, és ez valahogy, amikor az Egyesült Államok aktívan becsatlakozott a tárgyalási folyamatokba, ez átalakult oda, hogy félretettük a digitális vállalkozásokat, és ráfokuszáltunk arra, hogy minden nagy multinacionális vállalkozás fizessen legalább 15%-os effektív jövedelemadót bárhol a világon, mindegy, hogy hol tevékenykedik. És gyakorlatilag erről szól a globális minimumadó. Miért volt fontos ez az amerikaiaknak? Ez egy nagyon jó kérdés. Részben talán azért lehetett nekik fontos, a kezdeti gondolkodások szerint, mert nekik már régebb óta van egy minimumadójuk, egy picit másképp működik, mint a globális minimumadó, ezt hívják GILTI-nek, a kinti szabályok szerint, vagy hát a kinti megnevezés alapján, és ugye ők, hogyha az amerikai központú vállalatokat egy minimumadóval a globális tevékenységük után terhelik, akkor ez azt jelenti, hogy az amerikai vállalkozások versenyhátrányba tudnak lenni azokhoz a nem amerikai központú vállalkozásokhoz képest, akiknek nincsen egy ilyen minimumadó fizetési kötelezettsége. Tehát ez lehetett az egyik indítatása amerikai oldalról a történetnek. Azt tudjuk, hogy az amerikai regnáló kormányzatnak fontos volt a minimumadó bevezetése, az más kérdés, hogy mondjuk a republikánusok Amerikán belül sem támogatják, tehát jelenleg úgy áll, hogy nem fogják tudni az amerikaiak bevezetni ezeket a szabályokat. Amit mondtál itt az előbb, Gergő, két dolog jutott eszembe. Egyik az, hogy említetted, hogy az adórendszer akkor jó, ha semleges, illetve a nemzetközi térben működő gazdasági társaságoknál van egy olyan dolog, hogy adótervezés, ami nyilván arról szól, hogy a kedvezőbb adóztatású országokba teszik át a tevékenységüknek egy részét. Na és a semlegességben, meg az adótervezésben nemzetközi szinten hogy jelent meg az elmúlt években Magyarország? A semlegesség az egy nagyon érdekes kérdés, mert valóban közgazdasági elméletek azt mondják, hogy az a jó adórendszer, ami semleges, ami minél kevésbé szól bele a gazdasági döntésekbe. Tehát nem azért csinálok egy tranzakciót meg, vagy nem csinálom meg, mert adó szempontból az jobb vagy rosszabb, hanem azért, mert gazdaságilag én azt valamilyen okból meg szeretném csinálni, és úgy szeretném megcsinálni. Na most ugye, ha az adórendszer ebbe beleszól, akkor ugye a gazdasági döntéseket torzítja, és ez nem hatékony. Azonban valóságban nincsen semleges adórendszer. Tehát ezt tudjuk, ez egy elméleti idealisztikus állapot, nyilván próbálunk törekedni rá, hogy ide érjünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a semlegesség szempontjából már sehol nem találunk ilyet, mindenhol elég bonyolult és eléggé befolyásolja a gazdasági döntéseket az adózás. Ez nyilvánvalóan oda vezet ki, hogy a multinacionális vállalkozások, ahogy egyébként a kisebb vállalkozások, vagy egyszerűen csak a magánszemélyek, és az adóra azért egy költségtételként tekint
segítenek. Persze be lehet hozni itt etikai és egyéb aspektusokat is, de azért fő szempont az az, hogy ez egy költség, és a költséget próbálják minimalizálni, mert a profitot próbálják maximalizálni. Ugye ikkor jöhetnek elő különböző adótervezési megoldások, amelyek ugye széles skálán mozognak, van a legális adótervezés, aztán van az agresszív adótervezés, vagy adóelkerülés, ami még mindig legális, csak az már úgymond a jogalkotói szándékkal ellentétes kiskapuknak a kihasználása. És aztán ugye nyilván van az adó csalás, vagy a költségvetési csalás, ami meg már egy büntetendő tevékenység. Most adótervezés történt Magyarországon keresztül is, a mai napig is, ugye van egy 9%-os társasági adó, nincsenek forrásadóink Magyarországon, tehát azért a magyar adórendszer azért sok tekintetben hasonlít arra, amit mondjuk megtalálunk Svájcban, Luxemburgban, de egyébként az Egyesült Királyságban is, Hollandiában, ahol amellett, hogy van valós gazdasági tevékenység is, sok esetben azért a vállalkozások azért is megjelennek, hogy egy ilyen legális adótervezési megoldásokat megvalósítsanak. Na most nyilván a globális minimumadóra is azt szokták mondani, hogy ez az adótervezést, az agresszív adótervezést hivatott megakadályozni, de ez szerintem nem igaz, mert arra van egy csomó eltérő rendelkezés, amit szintén az OECD-ből, uniós direktívákból következik. Sokkal inkább a minimumadó inkább egy másik dologról szól, ami az államok közötti adóversenyről. Tehát van egy olyan elmélet, ami azt mondja ki, hogy az országok versenyeznek azért, hogy minél inkább odavonzanak befektetéseket a saját területükre, más országokkal ellentétben, és ugye ezért adnak különböző adókedvezményeket. És ugye nyilván, hogyha ezeket az adókedvezményeket a bejövőknek adják meg, vagy hogy mindenkinek megadják, de hogyha ügyesen csinálják, akkor összességében azért ezzel jó fognak járni, mert több lett adóbevételük lesz, növekszik a gazdaság, stb. De ugye az elmélet az azt mondja, hogy ez az adóverseny károssá tud válni, akkor, amikor ugye addig-addig fokozódik a verseny, hogy mindenki majdnem nullára csökkenti az adómértékeket, hogy oda vonza a vállalkozásokat, csak akkor nem lesz költségvetési bevétel, nem lesz miből finanszírozni a költségvetési kiadásokat. Ugye létezik ez az elmélet, én kevésbé hiszek benne, mert azt statisztikai számokkal lehet bizonyítani, hogy a GDP arányos adóelvonás az érdemben nem csökken. Az lehet, hogy áttolódik a hangsúly a jövedelemadókról, más adónemek felé, és ez az évek, évtizedek során változik, de alapvetően azt nem látjuk, hogy a GDP arányos költségvetési bevétel elvonása szignifikánsan csökkenne. Tehát azért ott van a költségvetési bevételek megmaradnak. És miért mondom én azt, hogy a globális minimum nem az adótervezésről szól? Azért, mert globális minimumadó szabályok azon vállalkozásokat is érinteni fogják, akik semmilyen adótervezést nem végeznek, valós gazdasági tevékenységet végeznek csak bizonyos országokban, csak mondjuk azért települtek egy országba, mert ott alacsony az adókulcs. Tehát, hogyha valaki mondjuk Magyarországon megalapít egy gyárat, itt végez egy gyártási tevékenységet, és a teljes profitja után itt megfizeti a 9%-os társasági adót, akkor lehet, hogy őnek a globális minimumadó azt fogja jelenteni, hogy még plusz adót kell fizetnie, mert egyszerűen nem fizet 15% társasági adót itt Magyarországon. De ebben emögött nincsen adótervezés. Itt igazából az államok versenye van a külföldi működőtőke befektetésekért. Hát ez számomra olyan, mint egy államok közti adókartelezés. Csak őket nincsen, aki megbüntesse. Nem? De bizonyos szempontból azt gondolom, hogy igazad van, azzal a különbséggel, hogy itt nem mindenki akar részt venni ebbe az adókartelben azok közül, akik részt vesznek benne. Tehát ugye volt több állam, aki egyébként ezt nem támogatta, de aztán utána a nemzetközi nyomásnak az lett az eredmény, hogy végül mindenki. De akkor, ha jól értem, ezek voltunk például mi? Többek között mi is ilyenek voltunk, igen. És ki volt még az, aki ebben nem akart részt venni? Hát ugye kezdetek kezdetén alapvetően az írek, a hollandok, tehát azok a típusú országok, akik nyilvánvalóan ebben a tevékenységben élen járnak, nem annyira akartak részt venni benne, és én azt gondolom, hogy a fejlődő államok voltak még azok, akik egyébként úgy távol tartották magukat ettől, mert nyilván ezekben az országokban inkább fordul elő az, hogy ugye ők próbálják oda vonzani a működő tőkét, és ebben próbálnak mindenféle kedvezményeket adni. És a nagy, igazi nagy támogatók a kezdetek kezdetén Németország és Franciaország volt, és aztán ugye ezt csatlakozott az Egyesült Államok. És akkor mi Magyarország pontosan mit vétóztunk meg? Hát ugye ahhoz, hogy a minimumadót
bevezessék, az igazából ugye ez egy OECD kezdeményezés. Az OECD az nem egy jogalkotó szerv. Tehát az OECD ajánlásokat tud kiadni, és aztán utána az OECD tagállamoknak a saját jogukba át kell ültetni ezeket az ajánlásokat, jogot kell alkotni belőle. És amit Magyarország megvétózott, az egy Európai Uniós direktíva volt, aminek az volt a célja, hogy az Európai Uniós tagállamokban kötelezzék a tagállamokat, hogy ezeket a rendelkezéseket a belső jogukba átültessék, és ezáltal ugye alkalmazandóvá váljon. Ugye ezt először Magyarország vétózta meg, aztán emlékeim szerint utána a lengyelek, amikor aztán a lengyelek végül elfogadták, akkor megint Magyarország vétózott, és aztán végül Magyarország is elfogadta. Ugye mind a két ország esetében felmerült, hogy a vétó nem csak a direktíváról és nem csak a minimumadó szabályairól szól, hanem mind a két országnak ugye vannak a mai napig vitái az Európai Unióval az uniós pénzek kapcsán, és ugye egyes vélemények szerint valószínűleg ezek a vélemények nem alaptalanok, ezek a viták is szerepet játszottak abban, hogy az uniós direktíváról hogy szavaztunk. Viszont nekem az az érdekes, bár egyébként teljesen más ügy kapcsán beszéltünk erre a dologról, hogy most amit mondasz, az alapján úgy tűnik, hogy mi az Európai Uniós belüggyel kapcsolatosan vétoztunk meg egy olyan dolgot, ami az Amerikai Egyesült Államok nem tetszését váltotta ki, ugye ez az OECD direktíva, és aztán végül nem az Európai Uniótól jött a büntetés, úgy tetszik a pofon, hanem az Amerikai Egyesült Államoktól. Ha ezt okokozatinak gondoljuk ezt a kapcsolatot. Szerintem sokan okokozatinak gondolják ezt a kapcsolatot. Én egyébként személy szerint azt gondolom, hogy valószínűleg azért ezen túl más tényezők is közrejátszhatnak abban, hogy az Egyesült Államok fölmondta az adóegyezményt, de kétségtelenül szerintem ez is szerepet játszott benne. Az, hogy az Unióval jelenleg milyen a viszonyunk, azt én azt gondolom, hogy az se segítette ez a vétó, de azért egy fontos dolgot tegyünk hozzá, hogy Magyarország szakmai alapokon sem támogatta a minimumadó bevezetését, és én sok szempontból szakmai alapokon egyetértek az érvelésükkel, és ma már kezdjük azt a valóságban is látni, hogy azok az aggályok, amiket szakmai alapon Magyarország megfogalmazott a viták során, azok kezdenek valósággá válni. És az egyik ilyen érv az volt, hogy elsietett. Tehát nagyon rövid idő alatt próbáltak megalkotni egy nagyon-nagyon komplex szabályozást, politikai, véletlenül politikai nyomásra, és ugye ezért nem kellően kidolgozottak a szabályok, ez egy csomó problémát fog okozni. És ugye az egyik érv az volt, hogy ne vezessünk már be olyat, ami még nem jó, illetve kettő, hogy az Európai Uniónak versenyhátrányt fog-e az jelenteni, hogyha mi most bevezetünk egy olyan szabályrendszert, ami még nem tökéletes, és később tökéletesíteni kell, de az Európai Unió nem tud olyan gyorsan reagálni, mint mondjuk unión kívüli államok, akik szintén bevezetik, hiszen az Unióban meg kell egyeznie 21 néhány tagállamnak arról, hogy hogyan fogja ezt módosítani. Szemben mondjuk azzal, hogy Kína, ha szeretné, bevezeti, és a következő hónapban, ha úgy gondolja, hogy valami nem jó, azon tud módosítani. És ma már látjuk, hogy egyébként ez megjelenik, mert az OECD a szabályokat 21 novemberében, decemberében adta ki, rögtön 21 decemberében az Unió kiadta az irányelv tervezetét, amit gyakorlatilag módosítások nélkül, apró módosításokkal fogadtunk el 22 decemberében. És 23 elején az OECD kiadott olyan úgymond magyarázatokat és iránymutatásokat a 21 decemberében általa kiadott szabályokhoz, amik valójában nem magyarázatok, hanem átírásai a 21 decemberi szabályoknak. És ugye most az én tudomásom szerint az Európai Unión belül megy a gondolkodás, hogy hát akkor most mit csinálunk, hiszen egy uniós direktíva el lett fogadva, amiben ezek a módosítások nincsenek benne, akkor most az uniós tagállamok, amikor implementálják ezt a direktívát, figyelembe tudják-e venni ezeket a módosításokat, vagy sem, vagy neki kötniük kell magukat a korábbi direktívához, és hogyha kötik, az egyébként a nemzetközi rendszerben, amikor majd ezek a szabályok kezdenek életbe lépni jövő évtől, milyen problémákat fog okozni. Tehát azért azt sem lehet mondani, hogy itt szakmai érvek nélkül, és egyébként szakmailag megalapozatlanul nem támogattuk ezt az irányelvet, bár az is igaz, hogy ugye ez egy komplex kérdés, amiben szerintem nem csak szakmai szempontok játszanak szerepet. Fú, ez nagyon érdekes egyébként, Gergő, amit mondasz, mert itt tényleg egy picit olyan, mint amikor van egy osztályban egy okos fiú, azok vagyunk most ebben mi, aki egyébként jól látja dolgokat, csak éppen picit rossz a magatartása, és az osztály is érzi, hogy jókat mond, és a másik rivális osztályjal szemben, amiket mondom, igaza van, de aztán valahogy
az éppen aktuális rossz magaviselete miatt a kicsit visszanyomják, és aztán a másik nagyobb osztályban kap egy pofont. Nagyon érdekes ez az egész történet. Ebben a mélységében. Igen, nyilván ez már túlmutat azon, amiről én tudok akár szakértőként nyilatkozni. Magánemberként azt gondolom, hogy néha akkor is engedni kell, amikor igazunk van, hogy hosszú távon jobban járjunk. De ez egy másik kérdés. Teljesen egyetértek. De most akkor nézzük meg pontosan, hogy mit okoz ennek a kettős adóztatás elkerülését célzó egyezménynek a felmondása hazánk szempontjában. Mik lehetnek a következményei? Ugye, ha komplexen nézzük, én azt gondolom, hogy összgazdasági szinten ennek nincs jelentős hatása, azon túl, és azért ez nyilván ez egy jelentős tényező, hogy ez nem mutat jól. Tehát az országba vetett bizalmat nem erősíti, ugye a befektetők számára azért mindig megnyugtató tudni azt, hogy van ott egy nemzetközi szerződés, amihez kötnie kell magát mindenfélnek, és nem lehet csak úgy a belső jogot változtatni kényekedve szerint bármelyik félnek. Tehát itt nem feltétlenül csak a magyar, hanem az amerikai félre is lehet ebben a tekintetben gondolni. De azért mondom, hogy egyébként azon kívül, hogy egyébként van egy ilyen általános szerintem befektetői bizalmat csökkentő hatása, a közvetlen következmények azért nem jelentősek szerintem, mert a Magyarországra befektető amerikai vállalkozások, és ugye azt látjuk, hogy azért abból sok van. Tehát sok amerikai cég fektet be Magyarországon, és nagyon sok munkavállalót foglalkoztatnak. Pont a múltkor hallottam egy statisztikát, nem fogok emlékezni a konkrét számra, de sokszorosát foglalkoztatják amerikai tulajdonú cégek munkavállalóknak, mint mondjuk a kínai befektetők, akikből ugye szintén egyre növekvő szám van. De őket igazából azon túl, hogy megjelenik ez a bizonytalansági tényező, addig, amíg a magyar fél nem módosítja a magyar jogszabályt számukra kedvezőtlen módon, addig nem fogja őket ez hátrányosan érinteni, és én nem gondolom azt, hogy a magyar fél kedvezőtlenül módosítaná a szabályokat azért, hogy az amerikai befektetőkkel kiszúrjon. Pusztán ez a tény, hogy megteheti a magyar fél, ez elbizonytalanít már itt lévő cégeket, vagy csak esetleg akik esetleg ide tervezték jönni az operációjukat, gondolják azt, hogy pedig inkább csak őket bizonytalanítja, hogy nem biztos, hogy ide jövök. Én szerintem azért emiatt nem fog senki fölpakolni egyik napról a másikra is elmenni, de azt el tudom képzelni, hogy amikor arról dönt, hogy hol valósít meg egy újabb beruházást, akkor elgondolkodik. Én tudok olyanról, aki egyébként most jön ide, és valósít meg beruházást mindezek ellenére, tehát ilyen is van, nyilvánvalóan azért, mert azért ezek a problémák kezelhetőek, de nagy általánosságban azt gondolom, hogy minden ilyen befektetési döntés meghozatalánál ez is egy szempont, hogy milyen a nemzetközi szerződéses viszony, tehát mennyire biztosak vagyunk abba, hogy ezek a szabályok, amik most vannak, stabilak maradnak, és hogyha valami változás van, és esetleg fölrúgnak egyezményes rendelkezéseket, akkor tudunk-e jogorvoslattal élni, akár egy nemzetközi bírói fórumonál. Akkor most nézzük meg azt, hogy mi van azokkal a magyarországi cégekkel, akik az Egyesült Államokban fektetnek be. Hát őket érintheti hátrányosan az egyezmény felmondása, azért, mert ugye az egyezmény értelmében az Amerikában kivetett úgynevezett forrásadókat, amit ugye gyakorlatilag a nem amerikai társaságok Amerikából származó jövedelmeire vetnek ki. Azt az egyezmény korlátozta, hogy ez milyen mértékű lehet. Ugye az amerikai szabályok szerint általában van egy 30%-os forrásadó az Amerikából kifelé menő különböző kifizetésekre, nem mindenre van, de mondjuk osztalékra van, bizonyos árfolyam nyereség jellegű tételekre van, kamatra van, ott is van, ami lehet mentes, de többségében azért van, mondjuk licencdíjakra, jogdíjakra, ilyen forrásadó tételek vannak. Ugye ezek innentől kezdve, hogy nincs egyezmény, azt jelenthetik, hogy a eddigi 0,5 vagy 15%-os forrásadó mérték helyett kint lesz egy 30%-os forrásadó mérték. Ami ugye akár egy jelentős növekedés. A jó hír az, hogy magyar oldalról én azt gondolom, hogy nem jelentősen változik az adókötelezettség, tehát attól, hogy nem lesz egyezményünk, attól az Amerikából származó jövedelmek azért döntően ugyanúgy fognak adózni Magyarországon a magyar cégek esetében. Ez a egy kivétel lehet, de nem hiszem, hogy sok ilyen van, amikor egy magyar cégnek egy fióktelep, egy irodája van kint az Egyesült Államokban, és ez nem egy külön álló
cégben van benne, hanem a magyar cég jogi személyiségén belül van. Ebben az esetben ugye eddig az csak Amerikába adózott, és Magyarországon mentes volt az adózás alól. Most elméletileg Magyarországon is adózhat, de mivel ugye az amerikai adómérték azért az tipikusan magasabb, mint a magyar adómérték, és az amerikai adó annak a 90%-a beszámítható lesz a fizetendő magyar adóval szemben, ezért praktikusan azért így sem lesz érdemi változás. De azt is hozzá kell tenni, hogy szerintem azért, ha összgazdasági szinten nézzük, akkor nem jelentős azért a magyar cégeknek az amerikai befektetése egyelőre. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez milyen volumen, meg mégis hány cégről beszélhetünk, vagy mekkora lehet ez az egész biznisz? Ezt nem tudnám megmondani, hogy hány cégről beszélünk, de azt gondolom, hogy egyáltalán nem összgazdasági szinten azért itt nem egy jelentős összegről beszélünk. Hát hogyha most megnézzük a nagy magyar tőzsdei cégeket, nekem úgy nem is nagyon jut eszembe egyik se, akinek ilyen érdemi, tudnánk érdemi a amerikai jelenlétről. És akkor most az a kérdés, ami egyébként számszerűen a legtöbb magyar embert érinti, aki a tőkepiacon befektet, hogy mi lesz azokkal a magánszemélyekkel, akik amerikai értékpapírokat, amerikai cégeket vettek, tőzsdei cégeket, vagy amerikai állampapírba fektettek. Jellemzően ez a két retail befektetés szokott megjelenni magyar befektetők között. Igen, ez már egy sokkal érdekesebb kör, tehát őket valószínűleg ez húsba vágóbban is tudja érinteni. Itt alapvetően két részre kell bontani a kérdést. Mennyiben változnak a magyar adókötelezettségeik, amiatt, hogy nem lesz adóegyezmény, és mennyiben változhatnak esetleg az amerikai adófizetési kötelezettségek. Kezdjük talán a magyarral. A magyarnál én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb kérdés, ami fölmerül, hogy innentől kezdve az amerikai értékpapírokkal folytatott ügyletek, így a szaknyelvben úgy hívjuk, hogy minősülhetnek-e ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó ügyleteknek. Ennek abban van a jelentősége, hogyha valami ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem, akkor gyakorlatilag lehetőség van arra, hogy az egyik tranzakciónak a nyerességét szembe tudjam állítani egy másik tranzakció veszteségével. Tehát ott nem értékpapíronként fizetek adót, hanem egy évben és gyakorlatilag bizonyos mértékig még évek között is a nyereségeket, veszteségeket szembeállíthatom egymásra. Ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha nekem befektetőként van egy értékpapírom, amin 100 forint nyereségem van, egy másik értékpapírom meg 100 forint veszteségem van, akkor igazából abban az évben semmilyen profitot nem termeltem. Na most ehhez képest, hogyha 100 forint után adóznom kell, mert a veszteséget nem számolhatom el a nyereséggel szemben, az valószínűleg nem fog jól érinteni engem. Itt egyébként van egy picike bizonytalanság, mert itt a szakmában megoszlik a vélemény, hogy akkor innentől kezdve egy amerikai értékpapírral, hogyha esetleg nem amerikai tőzsdén tranzaktálunk amerikai értékpapírra, az megoldja ezt a kérdést, és akkor még mondhatjuk azt, hogy ez már pedig ellenőrzött tőkepiaci ügylet lesz annak ellenére, hogy amerikai az értékpapír, csak az a fontos, hogy ne amerikai tőzsdén csináljuk az ügyletet. Illetve vannak vélemények, amik meg azt mondják, hogy igazából nem is kell, hogy más tőzsde legyen, még akár lehet amerikai tőzsde, és az a lényeg, hogy egy olyan befektetési szolgáltatón keresztül csináljuk ezt az ügyletet, aki EU-s EGT tagállamban, vagy bármilyen olyan tagállamban tevékenykedik, akivel Magyarországnak van adóegyezménye. Ez egy picit véleményes, én inkább hajlok arra, hogy itt a tőzsde a fontos, nem pedig a befektetési szolgáltató, de az tény, hogy ebből a szempontból a magyar szabály nem egyértelmű. Ebben van némi bizonytalanság, hozzáteszem egyébként ezt. A magyar jogalkotó, illetve a magyar hatóság ezt meg tudná oldani azzal, hogy kiad egy iránymutatást, vagy módosítja a szabályrendszert. De most ehhez kapcsolódik egy másik érdekes problémakör, az pedig az, hogyha nem ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül az amerikai papírokkal kötött ügylet, akkor az a kérdés, hogy az TBS számlára lehet-e tenni. Ugye a TBS számla azért jó, mert annak van egy adómentessége, 5 év után egy teljes adómentessége. Hát a szabály annyiban tiszta, hogy csak olyan értékpapírt lehet TBS számlára tenni, ami ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származik, vagy egyébként kamatjövedelmet produkál. Na most ez azt jelenti, hogy például, hogyha
24-től, amikor már nem lesz egyezményünk az Egyesült Államokkal, veszünk az amerikai tőzsdén egy amerikai értékpapírt, akkor azt már valószínűleg nem fogjuk tudni TBS számlára tenni, tehát el fogunk esni az adómentesség lehetőségétől. Van egy másik kérdés is, hogy mi történik azokkal az amerikai értékpapírokkal, amiket már korábban vettünk, de most TBS számlán vannak. Én azt gondolom, hogy ebben is van némi bizonytalanság, itt a szakmában megoszlanak a vélemények, akkor hogyha ő azt az értékpapírt eladom, akkor teljes TBS számlámat feltöröm-e, vagy nem, és akkor mindenre kell adót fizetni. Én azt gondolom, hogy el lehet majd talán oda jutni, főleg remélhetőleg a hatóság együttműködő lesz ebbe, hogy ezeket nem kell majd hátrányosan kezelni. Tehát nem fogja veszélyeztetni ez a teljes TBS számlát és a rajta lévő összes befektetésnek az adómentességét. Talán egyébként ezek az értékpapír ügyletek kapcsán a magyar oldalról a legfontosabbak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy van egy olyan speciális szabályunk, ami azt mondja, hogy a kamat jövedelem, ami ugye általában Magyarországon összesen 15%-kal adózik, ha meg TBS számlán van, akkor mentes, ugye most, hogyha itt nem magyar államkötvényekről beszélünk, mert ugye az alapból is mentes, de a kamatjövedelem, ami olyan országból származik, akivel nincs adóegyezményünk, az már adó szempontból nem kamatjövedelemnek minősül, hanem úgy nevezi a jogszabály egyéb jövedelemnek. Na most miért baj az egyéb jövedelem? Azért baj az egyéb jövedelem, mert azon a 15% személyi jövedelem adó mellett van még egy 13%-os szocó is. És ez nem az a szociális hozzájárulási adó, aminek van egy felső határa, hanem ennek nincsen felső határa. Tehát mivel itt vannak ilyen speciális adóalap számítási szabályok, hogy gyakorlatilag nagyjából 25%-ra jön ki az összesített adóterhelés, ami azért nem kicsi, és ez egy jelentős növekedés tud lenni. De akkor ebben az esetben a magyar jogszabály alkotónál van a labda, hogy ezt mi hogyan értelmezzük, nem? Vagy mit kezdünk ezzel? Hát ezekben a kérdésekben gyakorlatilag mindent meg tud oldani a magyar jogalkotó, ha szeretne, egyoldalúan. Tehát a magyar jogszabályt, ha módosítja, akkor ezek a problémák nem állnak fönt. De én azt gondolom, hogy például itt az említett kamatjövedelem, egyéb jövedelem kérdéskör tekintetében egyértelműen jogszabályt kéne módosítani, mert ez most tiszta a jogszabályból. Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet, tartós befektetési számla, ott lehet, hogy egyébként egy állásfoglalással is ezt a kérdést a jogalkotó vagy a jogalkalmazó hatóság meg tudja oldani. Mielőtt tovább boncolgatnánk az értékpapíradozásnak a rejtelmeit, ami egyébként egészen szerteágazó, tehát azt azért érdemes lesz bizonyos pontokat többször is meghallgatni annak, aki érintett. Eszembe jutott még egy dolog. Mi van azokkal a magyar magánszemélyekkel, akik az Egyesült Államokban vettek ingatlant? Hát sajnos ők is rosszul járnak, mert eddig úgy nézett ki a dolog, hogy aki magyar magánszemélyként az Egyesült Államokba vett ingatlant és később eladta, neki nem kellett Magyarországon semmilyen adót fizetnie ezután a jövedelem után. Sőt, egyébként, hogyha bérbe adta és bérleti díjbevételt szerzett, azután sem kellett magyar adót fizetni. Nyilván valószínűleg amerikai adót fizetett, sőt, szinte biztos, ez változatlan. Mármint az a része változatlan, hogy amerikai adót fog fizetni. Na most emellé sajnos bejön egy plusz magyar adóteher, ugyanis a magyar adó szabály az azt mondja, hogy azokban az országokban lévő fekvő ingatlanok esetében, amely országokkal Magyarországnak nincs adóegyezménye, ott az ingatlan értékesítésén keletkező nyerességet, ezt igenis Magyarország is szeretné adóztatni. Ráadásul itt nem lesz meg az a szabály, mint a magyar ingatlanoknál megvan lakóingatlanoknál, sőt most már nem csak a lakóingatlanoknál, hogy 5 év után adómentesen lehet őket értékesíteni, itt akár 5-6-7-8 év után is az árfolyam nyereség az adóköteles lesz. És azt mondja a szabály, egyébként terminus technicus itt is ugyanaz, mint a kamatnál, hogy egyéb jövedelem lesz, tehát lesz rajta egy 15%-os személyi jövedelemadó, meg egy 13%-os szociális hozzájárulási adó, utóbbi felső korlát nélkül. Ez megint egy nagyjából 25%-os effektív adóterhet ad ki a speciális adóalapszámítási szabályok miatt. És ami egyébként a legaggasztóbb, hogy ugye mondhatnánk azt, aki foglalkozik adózásra, az tudja, hogyha egy jövedelem után külföldön is felmerül adó, meg itthon is felmerül adó, akkor általában még adóegyezmény nélkül is szokták engedni a külföldi adó beszámítását a magyar adóval szemben. Ez egyébként jogos, ez itt is megvan, tehát valószínűleg a 15%-os személyi jövedelemadót az Amerikában fizetendő adó akár nullára is lecsökkentheti, de a szociális hozzájárulási adóval szemben nem lehet semmilyen külföldi adót beszámítani, tehát azt lehet mondani, hogy legalább egy minimális 13%-os plusz adóteher fölmerül ezeknek az ingatlanoknak az értékesítésén.
Na, akkor most kanyarodjunk vissza az értékpapírokhoz, mert igazából tényleg az sok embert érint. Megbeszéltük, hogy a magyar adózás hogy változik, változhat, de hogy változhat az amerikai értékpapírok amerikai adózása? Hát ugye azzal, hogy nem lesz adóegyezmény, semmi nem korlátozza az amerikai belső jogot. Tehát innentől kezdve az adókötelezettség azon fog múlni, hogy mit mond az amerikai belső jog, és hogyha ők belső amerikai jog azt mondja, hogy adót kell fizetni valamilyen tétel után, bármekkora mértékkel, és azt meg kell fizetni. Az amerikai adórendszer alapvetően egy 30%-os forrásadót, ahogy már említettük, 30%-os forrásadót állapít meg a külföldieknek az amerikai forrású jövedelmére. Ez biztos, hogy probléma lesz az osztalékpapíroknál, tehát amelyek osztalékot fizetnek, mert ugye eddig az adóegyezmény alapján maximum 15%-os forrásadót kellett ezután fizetni, ami egyébként teljes egészében a magyar a volt magyar személyi jövedelemadó kötelezettség abba beszámítható volt. Most ez az adóegyezményes védelem hiányában emelkedni fog 30%-ra. Ráadásul ez a 30% ez nem fogja tudni teljesen eliminálni az esetleges magyar adót, mert a magyar szabály az azt mondja, hogy beszámítható lesz a külföldön megfizetett adó, az osztalék után Amerikában megfizetett 30% adó, de a beszámítás követően is legalább kell, hogy maradjon egy 5%-os adófizetési kötelezettség Magyarországon. Tehát praktikusan ez azt jelenti, hogy amíg volt egyezmény, addig 15% adót fizettünk összesen, azt is mind Amerikában az osztalékjövedelmekre. Most ez felugrik 35%-ra, amiből 30-at majd az amerikai államnak kell megfizetni, 5%-ot pedig itt Magyarországon. Egyébként én azt gondolom, hogy talán ez lesz az a kör, ami a leginkább érintett, mert amúgy az amerikai belső jog sok mentességi szabályt tartalmaz a forrásadó kötelezettség alól. Tehát ugye amit tipikusan még forrásadóztatni szoktak, azok a kamatjövedelmek, de Amerikában létezik egyébként ez a szabály, amit most mondani fogok, ez a portfólió kamatmentesség. Ez nem független attól a holland antillás egyezmény felmondástól, amit ahogy említettem a beszélgetés elején, ami bedöntötte egy picit az európai kötvénypiacokat. Ez gyakorlatilag, ez a szabályrendszer azt mondja ki, hogyha a portfólió kamatbefektetés szerez egy külföldi társaság, vagy egyébként magánszemély, akkor azon nincsen forrásadó fizetési kötelezettség. Tehát ez tipikusan azoknak lesz jó, akik olyan kötvényeket, vagy más ilyen kamatjövedelmet produkáló, vagy generáló értékpapírokat szereznek, amik gyakorlatilag nyilvánosan forognak, nekik egyébként a kötvény kibocsátó társaságban jelentős részesedéseik, meg bármilyen befolyásuk fölötte nincsen. Tehát ez gyakorlatilag az ilyen típusú tőzsdei, meg nyilvánosan forgó ügyleteknél, amikről mi beszélgetünk, ez szerintem az esetek egy jelentős részében alkalmazható lesz. Úgyhogy ezzel le vannak fedve szerintem a kamattípusú jövedelmek jó részt, és akkor ugye a harmadik kategória, ami izgalmas, hogy mi van az árfolyam nyerséggel, ugye. Sokan kérdezik azt, hogy jó, hát nekem nem osztalékpapírom van, nekem valami olyan befektetésem van, amit a értékesítek, mondjuk egy részvényt, azon árfolyam nyereségem van. Na, ezen mi lesz az amerikai adózás? Az a jó hír, hogy tipikusan ezt az amerikaiak nem adóztatják. Tehát van egy szűk kör, amikor adóztatják, ez gyakorlatilag azokban az esetekben, amikor maga az a részvénybefektetés, amiről beszélünk, valahol döntő többségében Amerikában fekvő ingatlant testesít meg, erre különböző speciális szabályok vannak, hogy mondjuk egy olyan amerikai társaságban van részvényünk, amelynek az eszközei több mint 50% amerikai ingatlanban van, ahogy egyébként Magyarországon is vannak ilyen szabályok, azt megadóztatná, de ez tipikusan, ha én jól tudom, a tőzsdei cégekre ez nem is vonatkozik. Tehát gyakorlatilag, akik ilyen tőzsdei papírokkal kereskednek, döntő részében nem lesznek az árfolyam nyereség után adókötelesek az Egyesült Államokban. Lehetnek azért speciális esetek, például, hogyha olyan alapokba fektetnek be, amik partnership formájában működnek, akkor ezek már sokkal komplexebbek, meg hogyha mondjuk ilyen amerikai ingatlan alapokba vagy rejtekbe, hogy ez az ingatlan a befektetési trustokba fektetnek, azért ott már speciális szabályok lehetnek. Tehát itt nyilván mindig érdemes azért tájékozódni arról, az amerikai jogrendszer elég bonyolult, de én azt gondolom, hogy döntő részben egyébként az amerikai adókötelezettség is elsősorban azért az osztalékfizetésnél lesz releváns, ami egyébként jó hír lehet nagyon sok befektető számára. De hát akkor tulajdonképpen azt ki lehet kerülni, hogy az osztalék szelvény leesése előtt eladom a papírt, és utána visszaveszem.
Igen, az kérdés, hogy erre azt nem tudom, hogy erre van-e a bármilyen olyan adóelkerülés tiltó szabálya az Egyesült Államoknak, ezt megakadályozná, de mondjuk, hogy ezt tőzsdei ügyletbe kisbefektetőként csinál, meglepődnék. Mert ott ugye az osztaléknál nincs ilyen kérdés, mert ott a letétkezelő már ki se fizeti azoknak a tulajdonosoknak a papírt, akik a W8-as nyomtatvány alapján látja, hogy ők melyik országban laknak, vagy melyik országból származnak. Nem is kell gondolkodnunk azon, hogy lesz-e nekünk adónk, vagy nem, mert van. Nem kapjuk meg. Igen. Viszont, hát én nem tudom, azért ez úgy, így magyar fejjel ez úgy eléggé adja magát, hogy itt ezt kimozogjuk árfolyamnyereségbe, ami adómentes. Ezért mondom én azt, hogy persze mindig vigyázni kell az amerikai adórendszer, mert az a világon a legbonyolultabb, és nagyon érdekes finomságok lehetnek benne, de többek között ezért is mondom azt, hogy ez nem akkora probléma, mint ami ennek elsőre látszik. Nyilván lehetnek elszigetelt esetek, ahol azért ezek a föl fognak merülni, vagy esetleg ugye nyilván attól még, hogy az osztalék éppen jönne rá, de közben egyébként nem olyan az árfolyam, amilyet szeretnék, most attól függetlenül, hogy az osztalék bele van árazva, de egyébként jóval lejjebb van a egyéb piaci viszonyok miatt az érték az értékpapíromnak, mint ahogy vettem, és akkor amúgy nem feltétlenül szállnék ki most belőle. Ezek olyan megfontolások, amik nyilván felmerülhetnek, és pont ez lesz az, amiről beszélgettünk korábban a beszélgetés során, hogy ugye az a jó adórendszer, ami semleges. Na most, hogy pont azért adom el az értékpapírt, hogy ne kelljen az osztalék után forrásadót fizetnem, pont nem semleges az adórendszer, mert azért hoztam meg egy gazdasági döntést. Hát de eladom és visszaveszem két nap múlva. Hát félhetően, hogy egyébként az reméljük, ár nem az ár nem mozog, igen. Igen, hát nem tökéletesen tudjuk. Hát, csak az forint árfolyamot nézzük az elmúlt két napban, azért előfordulhat. Igen, a mostani volatilitásban ez nem segít. Igen. Na most az értékpapír piaci finomságok után térjünk rá még egy érdekes kérdésre, hogy érinti ez az egész a Magyarországon élő amerikaiakat, illetve az Amerikában élő magyar állampolgárokat? Hát ők valószínűleg azért rosszabbul járnak. Én beszéltem egyébként olyan Magyarországon élő amerikai állampolgárral, hosszú-hosszú évek óta itt élő és itt dolgozó amerikai állampolgárral, aki mondta, hogy most kénytelen lesz átköltözni Horvátországba, mert annyival rosszabb lenne az adóhelyzete, hogyha itt maradna Magyarországon. Ennek pedig egyébként az az oka, hogy az adóegyezmény eddig megvédte az itt dolgozó amerikaiakat attól, hogy az Amerikában lévő jövedelmük és értékpapírjaik és befektetéseik után Magyarországon adót kelljen fizetni. Most meg ugye, hogyha ők itt élnek és itt dolgoznak, akkor az azt jelenti, hogy ők magyar adóügyi illetőségűek lesznek, tehát gyakorlatilag ez az adózás szempontjából azt jelenti, mint hogy a magyar állampolgárok lennének, és ilyenkor azt mondjuk, hogy mi a világjövedelmek után akarjuk őket adóztatni, és ez azt fogja jelenteni, hogy megadóztatjuk bizony az Amerikában lévő jövedelmeket is itt Magyarországon, és aztán az majd egy kérdés lesz, hogy ezt a magyar adót aztán utána majd be tudják-e számítani a bármilyen amerikai adófizetési kötelezettségbe, ezt nem tudom, ez egy komplexebb kérdés. Az Amerikában dolgozó magyaroknak pedig az lesz a problémájuk, hogy ők ugye eddig hiába voltak ők magyar állampolgárok, azzal, hogy ők Amerikában dolgoztak, és Amerikában szereztek jövedelmeket, ott éltek, azt a jövedelmet csak Amerikában adóztatták. Most az lesz a változás, hogy a magyar jogszabály egyébként hasonlóan sok más jogszabályhoz, külföldi jogszabályhoz, azt mondja, hogy aki magyar állampolgár, az ha csak nem kettős állampolgár és nincs a magyar lakcímkártyája, az mindig belföldi illetőségűnek minősül, és ahogy említettem, a belföldi illetőségűek azok, mindegy, hogy honnan származik a jövedelmük, azok mindig Magyarországon adóköteleseik. Tehát, hogyha egy magyar állampolgár innentől kezdve az Egyesült Államokban dolgozik, akkor az Egyesült Államokban végzett munkáért szerzett jövedelmet, azt nem csak az Egyesült Államokon fogja leadózni, hanem Magyarországon is le fogja adózni. Persze, a magyar fizetendő adóba beszámítható az amerikai adó, ez mondhatjuk azt, hogy akkor innentől kezdve csak adminisztratív feladat van, hogy be kell adni egy adóbevallást. Ez igaz is, meg nem is igaz, mert ugye a magyar 15%-os adó nem túl magas, de Magyarországon már a legkisebb jövedelemtől kezd befizetni kell ezt a 15%-ot. Ugye a más országokban, így az Egyesült Államokban pedig progresszív az adótábla, tehát egy bizonyos jövedelem szintig nem, vagy nem sok adót kell fizetni, és utána egyre magasabb mértékű adó. Tehát attól függően, hogy milyen jövedelmeket szerez és mekkora összegben,
előfordulhat az, hogy plusz adófizetési kötelezettsége keletkezik itt Magyarországon. Hát Gergő, ahogy ezt így összeraktuk, ezt az egészet, vagy hát pontosabban te elmondtad, mert én maximum néhány kérdéssel járultam hozzá ehhez, hát ezért ebből az jön ki, hogy ez rengeteg embernek fáj. Kisebb-nagyobb mértékben, de melyik az a pontja, ami a magyar államnak a legfájdalmasabb ezek közül, amely esetleg arra készítheti Magyarországot, hogy próbáljon tető alá hozni egy új egyezményt? És hogy vannak-e erre irányuló tárgyalások, vagy bármiféle akarat? Én azt gondolom, amit az elején is mondtam, hogyha magyar makro gazdasági szempontból nézzük, akkor ez most így azonnal nem fáj. Igen, beszéltük azt, hogy lehetnek olyan vállalkozások, lehetnek olyan emberek, akiknek egyébként ez akár nagyon is fáj, de azért ezek úgy tűnik, hogy inkább annyira azért elszigeteltnek minősülnek, hogy a gazdaság egésze szempontjából nem rengetnek meg semmit. Amit egyébként szerintem viszonylag jól mutat az, hogy azért ez meglepetésszerű volt ez az egyezmény felmondás. Ugye már többször hoztam ezt a holland-antillás párhuzamot, az is meglepetésszerű volt, utána beizzuant a nemzetközi kötvénypiac. Na most nyilván azért, mert függött az egyezménytől, ez is egyébként egy érdekes történet. A magyar egyezmény felmondása az meg még a magyar forintnak az árfolyamát sem mozgatta meg. Tehát én azt gondolom, hogy... Ez igaz, de azt bevédtük a világ legnagyobb kamatával, tehát itt egy... De olyan... azért még ez tavaly nyáron volt. Igen, most nem emlékszem, igaz. Hogy mi volt a ez kamat. Ez igaz. Igen. És abban is igazad van, hogy nyilván itt a kamat azért ez egy döntő szempont, hiszen a tegnapi bejelentésére a Virág Barna másnak már rögtön megmozdult a forint. Szóval én azt gondolom, hogy most ez nem fáj, inkább az ilyen soft tényezők, amik fontosak, hogy mit csúgal ez az ország nemzetközi megítéléséről, mit tesz ez a befektetői bizalommal. Ugye el szokott az hangozni, ami egyébként szerintem egyébként inkább az amerikai oldalról szokott kritikaként elhangozni az amerikai kormányzattal szemben itt az egyezmény felmondása kapcsán. Beszéltem több amerikaival, akik mondták, hogy hát nem jó ennek az üzenete, mert ugye mit üzen az, hogyha Magyarország nem úgy, vagy akár bármelyik ország nem úgy szavaz bizonyos Amerikának fontos kérdésekben, akkor fölmondjuk az adóegyezményt, még úgy is. Ugye nyilván ez egyesek, ugye mondom, nagyon összekötik a minimumadóval az adóegyezményt, szerintem azért itt más tényezőség is voltak, de akik így összekötik, azok azt szokták mondani, hogy tehát Magyarország nem szavazza meg a minimumadót, fölmondják az adóegyezményt, Oroszország megtámadja Ukrajnát, még mindig van orosz-amerikai adóegyezmény. Amúgy egyébként ez tényleg egy érdekes párhuzam. De összességében szerintem azért közép és hosszú távon ez nem néz ki jól. Mi leszünk az egyetlenek az Európai Unióban, akinek nincs adóegyezménye az Egyesült Államokkal. Ugye most már a horvátok is kötöttek, az egy más kérdés, hogy ez valaha hatályba fog elépni, mert az amerikaiak elég nehezen ratifikálnak adóegyezményt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó lenne, ha lenne adóegyezmény, nagyon fontos lenne, ha lenne adóegyezmény, és szerintem erre a magyar kormányzat törekszik. Az más kérdés, hogy valószínűleg itt nem a magyar akarat az, ami hiányzik, hanem egyelőre az amerikai. Gergő, tulajdonképpen itt be is fejezhetnénk a beszélgetést, mert szerintem 100%-osan körbejártuk ezt a kérdést, de van még egy bónusz kérdésem, amit régóta gondolkozom, és ez részben egyfajta tőkepiaci kíváncsiság, plusz azért 20-valahány évig a Treasury-t vezettem. Ezt a holland antillákkal kapcsolatos adóegyezmény felmondásánál többször elmondott, hogy ez majdnem beborította a kötvénypiacot. Ez hogy volt itt? Mi volt az összefüggés? Ez nekem nincs meg ez a történet. Szerintem sokan nem tudják. Hát nyilván régi. Igen, mikor volt, meg ez hogy 87. Volt ez? Na, 1987. Ezt még mesedd el, kérlek, bónusz történetnek itt a végére. Én sem saját tapasztalatból tudom, de van olyan kollégám, aki rögtön mesélte, hogy na, már megint elrontották a délutánját, mert ugyanez volt 87-ben, amerikai kolléga. Gyakorlatilag arról szólt, hogy akkoriban még az Egyesült Államok aznak nem volt meg ez a portfólió kamatmentességi szabály. Azt hiszem, az egyébként talán 1984-ben hozták be. És ezért ugye, hogy az amerikai vállalatok Amerikán kívüli befektetőkkel akarták finanszírozni magukat, az egy elég drága dolog volt, mert 30%-os forrásadót kellett fizetnie a külföldi befektetőnek az Amerikából származó kötvénykamatokra. Viszont az Egyesült Államoknak a holland antillákkal volt egy olyan egyezménye, ami kizárta a kamat forrásadóztatását. Voltak ott még egyéb rendelkezések, amik miatt végül is kialakult az a struktúra, hogy az amerikai cégek létrehoztak
leányvállalatokat, a holland antillákbeli leányvállalatok bocsátották ki a kötvényeket az amerikán kívüli befektetőknek, és azt a pénzt kölcsön adták az amerikai anyavállalatnak. És akkor mi történt, hogy az amerikai anyavállalat a holland antillákra a saját leányának fizetett kamatot, azon nem volt forrásadó, a holland antillákról pedig a cég ott a belső jog alapján nem volt forrásadó, kifizette forrásadó nélkül a kötvény kamatokat a befektetőknek. És ez nyilván akkor kialakult az, hogy akkor forrásadó nélkül lehet befektetni, és a lényeg, hogy az Egyesült Államoknak nem tetszett, hogy egyébként az egyezmény meg a holland antillák jogszabályrendszere lehetőséget biztosít az agresszív adótervezésre, adóelkerülésre, és gyakorlatilag fölmondták egyik pillanatról a másikra. A hosszú tárgyalások előzték meg egyébként a folyamatot, de a széles nyilvánosság számára meglepetésszerűen 87 nyarán fölmondták az egyezményt. Csak hogy ez oda vezetett, hogy akiknek voltak olyan kötvényeik, amik ebben a struktúrában lettek kibocsátva, azoknál rögtön ugye bejött egy 30%-os forrásadó, ami ugye kihatott a kötvényárfolyamokra. Ráadásul a legtöbb kötvényben, szerintem ez ma is így van, volt olyan rendelkezés, hogy a kötvény kibocsátója névértéken visszavásárolhatja a kötvényt, hogyha az adó szabályok kedvezőtlenül változnak. Néhány nagy amerikai vállalat be is jelentett, hogy névértéken visszavásárolja, ami azért volt probléma, mert egyébként ezeknek a kötvényeknek magasabb volt a kamata, mint az aktuális piaci kamat, tehát egy nyereség volt rajtuk, ami ugye gyakorlatilag azt jelentette, hogy ők most ingyen magukat refinanszírozni tudják olcsóbban, befektetők meg ezen veszítenek. És ez akkora ijegységet okozott a nemzetközi kötvénypiacokon, hogy rögtön zuhantak az árfolyamok, hogy arra késztette az Egyesült Államokat, hogy részlegesen visszaállítsa az egyezmény rendelkezéseit, és behozza azt a szabályát, amivel egyébként már mindenféle korlátozás nélkül a portfólió kamatok forrásadómentesek lettek. Hát ugye a magyar egyezmény felmondása azért ekkora hullámokat nem vetett. Ez zseniális, Gergő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtál mindent nagyon részletesen erről a témáról, és menet közben teljesen spontán módon az jutott eszembe, hogy annyira részletes volt, és annyira precíz, és mindenre kiterjedő, hogy komolyan azt mondom, hogy az a hallgatónk, aki először föltesz egy olyan kérdést, amire nem adtál itt választ, annak személy szerint én ajánlok föl egy üveg proszekkót. Azért óvatosan ezzel, mert lehet, hogy sok kérdés fog érkezni. Azért nagyon sok, nem? Meglátjuk. Annyit a tegyek, hogy én köszönöm a lehetőséget, nagyon élveztem a beszélgetést. Nyilván azt azért még egyszer mondanám, hogy az amerikai oldala az egy bonyolult történet. Tehát a világ legbonyolultabb rendszerről beszélünk, tehát érdemes óvatosnak lenni. Én azt gondolom, hogy azért tényleg ez egy ilyen áttekintő jellegű beszélgetés keretében szerintem is egész alaposan végigvettük. Ha tetszett ez a podcast, akkor kérlek, iratkozz föl Concord csoport nevű YouTube, Apple, Spotify vagy Google Podcast csatornánkra, újrásainkat pedig olvassátok a concordblog.hu. Még egyszer akkor, Gergő, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.